Mielőtt belevágnánk a konferenciánk gyakorlati részébe, Zoltán Józsefre emlékezünk. Hiányzik a személye, hiányzik a tudása, hiányzik ma innen. Meggyőződésem, hogy egyik első előadónk lenne, hogyha itt lenne. Ja, bocsánat. Szóval Tóth Zoltán József hiányzik ma nekünk. Hiányzik ma a személye, hiányzik ma a tudása. Meggyőződésem, hogy első előadónk lenne, hogyha itt lenne. Arra kérek mindenkit, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk rá. Diviki Nagy Attila vagyok, szintén jogász. Egy állítással, egy megdöbbentő, vagy nagyon elgondolkoztató állítással szeretném kezdeni a konferenciánkat. Kérem az ábrát, az ábra nevű fájt. Ma erről az ábráról nem beszélni fogok, hanem csak föl fogom használni. Mit is értünk azon, hogy alkotmány mi? És mit is, mit is értünk azon a kifejezésen mi magyarok, hogy alkotmány, és mit ért azon a világ? Mi ez az óriási különbség, ami minket zavar, és állandóan egy jogi, elnézést, jogászkodni fogok ma, jogászként, és alkotmányjogi konferencián vagyunk. A mi alkotmányjogi elképzelésünket, vagy inkább társadalmi elképzelésünket ez az ábra szemlélteti, amíg a nyugaton elterjedt pozitív jogi elgondolást az másik ábra. Mi az óriási különbség? A fejetlenség. Nincs feje. Legfelül az állam van. Hogy a felébe került az oda? Tanítanak valami leviatánt, meg egyéb jogi elméleteket, röviden összefogva utaságokat, de a valóság ez. Van egy állam, ami nem tudjuk, hogy került, a hatalmat gyakorol. Terület, főhatalom, népesség, és mindenki fölött, és közben jogot is alkot. Mi ez a jog, amit ők alkotnak? Mi az az alkotmány? Vagy alaptörvény, sokkal jobb kifejezés, amit az állam alkot. Semmi. Egy szabály a jogok közül. Mi erről hogyan gondolkodunk? Mi arról gondolkodunk, hogy van egy nemzet. A nemzetnek van országa. A nemzetnek van szokásjoga. A nemzet megalkotta az alkotmányát. Hol van itt az állam? Mi ebben az államnak a szerepe? Az állam az egyik alkotmánya, az egyik alkotása a nemzetnek. Valahol ide lent találjuk a helyét. A jog, az a kis jog, az itt legalul van, amit az állam alkot, amit hétköznapi értelemben jognak hívunk. Ne hagyjuk magunkat megzavarni. Amikor az állam jogot alkot, nem szól bele az alkotmányba. Nem szólhat bele a mi alkotmányunkba, mert ő az alkotmány kreálmánya. Nem hat visszafelé. A mi alkotmányunk egyedi és különleges tulajdonsága, hogy az állam nem hat rá vissza. Tehát amikor feltesszük ezt a kérdést, hogy helyreállítható-e az alkotmány jogfolytonossága, nem kell föltennünk, az alkotmány van, volt és lesz. Azért van, mert mi vagyunk. Az alkotmány akkor fog megszűnni, ha mi nem leszünk. Akkor viszont, hogy is működik ez az egész? Mi történik ma, amikor ránk erőltették ezt a rendszert? És tényleg ez a rendszer van Magyarországon? Nem lehet, hogy ez van, csak elhazudják? Nem lehet az, hogy ma is a nemzet uralkodik? Az íratlan alkotmányunk nem azért íratlan, mert nincs leírva. Leírták. Azért íratlan, mert nem lehet leírni. Mert a leírás fogalma az egy meghatározást jelent, és a leíró joga. Na ezt nem adta meg a magyar nemzet senkinek, még a királynak sem. Az állam, ha leírja, akkor ezt itt írhatja le. Azért nincs leírva, mert a nemzet nem tudja leírni. A nemzet a szokás joga alapján gyakorolna. Ezt nagyon jól el tudnám mondani dr. Tóth Zoltán József, hogy mi is ez a szokásjog. De szerintem a jelenlévők ezt értik. Abban a pillanatban, ha a szokásjogot leírjuk, megmerevítjük, azzal meg is változtattuk, azzal meghamisítottuk, azzal befagyasztottuk. Viszont
Én most azt állítom, hogy ma Magyarországon a történeti alkotmányunk, a szokásjoga rajtunk keresztül él, működik, hat. De a jog sérthető, az alkotmány is sérthető. Amikor az állam a jogalkotásával vagy a közigazgatási aktusok által megsérti a jogot, akkor az meg van sértve. Az alkotmányt meg lehet sérteni. Azért találták fel az alkotmánybíróságot mostanában, régebben a kúriát, annó történelmi időkben a királyi tanácsot, hogy megállapítsa azt a szituációt, amikor egy gyakorlati jog vagy közigazgatási aktus megsértette a jogot, és valamilyen intézkedést hozzon. Amíg ez az intézkedés nem történik meg, addig a jog sértve van. De nem a jog van sértve, nem hatott vissza az a törvény, igazából minket, a nemzetet sértettek meg. Tehát amikor létrehoznak egy olyan törvényt, ami ellentmond a mi történeti alkotmányunknak, a mi szellemünknek, a mi szokásjogunknak, akkor minket sértettek meg. Az alkotmányunk érintetlen marad. És ne csak a félig üres poharat lássuk, lássuk a félig tele poharat. Mondjuk néhány példát, hogy működik-e az alkotmányunk. Ugye az aranybulla leírta példának, akkor hozom fel az ellenállás jogát. Nem az aranybulla az alkotmányunk, az már egy befagyasztott, leírt formája az addig is létező alkotmánynak. Ezt állítólag 1686-ban, ha jól emlékszem, megszüntette a Magyarország gyűlés, Habsburg nyomása. Megtörtént ez? Megtehette? Idelent. Az állam. Az állam az része az országgyűlés. Megtehette? Nem tette meg. És valójában megtette? Hát akkor mit csinált Rákóczi? Mit csináltunk 1848-49-ben? Mi volt a passzív rezisztencia? Mi volt IV. Károlynak a trónfosztása és fegyverrel való kikergetése az ország területéről? Horthy alkotmányt sértett? Bárki is azt mondja, hogy Horthy alkotmányt sértett, amikor IV. Károlyt kikergette? Nem. Élt az ellenállás jogával. IV. Károly cserbehagyta a magyarságot, ő már nem király. 1956-ban mi történt? Picit nem ellenállás, csak azért nem, mert nem volt törvényes a hatalom. De mi történt 2006-ban? Éltünk az ellenállás jogával, nem mi voltunk jogsértőek, az aktuális hatalom volt. Jogsértő és győztünk? Tulajdonképpen győztünk, mert a jogsértő hatalom végül is megbukott. Nem azáltal bukott meg, hogy oda mentünk és elkergettük, hanem a magyar nemzet annak a szokásjoga 2010-ben elkergette az akkor regnáló jogsértő hatalmat. Az, hogy most egy másik jogsértő hatalmat hozott létre, ez már a jelenlegi szerencsétlenségünk, de ettől nem a jog sérült. De nézzünk napi példákat. Amikor ma aktuál politika, nagyon sajnáljuk Novák Katalint. Én személyesen nagyon sajnálom, és a valaha legjobb államfője volt az országnak. És mindenki föl van háborodva, de miért is? Van olyan kötelezettsége a köztársasági elnöknek, hogy az később kitérek rá, hogy ez a cím azért nem a helyén való, de most sajnos ott van, hogy bizonyos személyeknek nem kegyelmezhet meg. Hát gyilkosoknak meg kegyelmezhet, semmi probléma nincs vele. Fölháborodott érte a döntése miatt a nemzet jobb oldala, önmagát baloldalinak nevező része. De miért is? Mit is sértett meg Novák Katalin? Hát törvényesen járt el. Hát valamit megsértett. Megsértette azt a magas erkölcsi mércét, amit az államunk legfőbb vezetője iránt állítunk. De hol állítottuk? Nincs benne az alaptörvényben. Nincs benne semmilyen leírt törvényben. Hol állítottuk ezt? Itt. A szokásjogunkban. Minden magyar királytól, minden magyar kormányzótól, minden magyar nádortól, aki a névleges vagy valódi vezetője volt az országnak, olyan magas elkölcsiséget várunk el 1000 év óta, mint senki mástól. Nincs még egy szent korona alatt való, vagy nevezzük állampolgárnak, akitől ilyen magas elkölcsiséget várnánk el. Novák Katalin megsértette az alkotmányt. És ami a szép, hogy az önmagukat baloldalinak nevező emberek két lábbal tüntetnek ma a magyar történeti alkotmány jogfolytonosságáért. Mert semmi másra nem alapozhatják a követelésüket Novák Katalin lemondására, mint hogy Novák Katalin megsértette a magyar történeti alkotmányt. Hol van itt a pozitív jog? Senki nem hivatkozik a pozitív jogra. De még maga Novák Katalin sem nem mondja azt, hogy neki nem volt ilyen kötelezettsége. Nem mondják se a baloldali, se a jobboldali sajtóban, hogy neki nem volt ilyen kötelezettsége.
Senki az ég világon. Teljesen egységessé vált ma a magyar nemzet abban, hogy van olyan alkotmányjogi alapú kötelezettsége az aktuális államfőnek, amit ha megsért, le kell mondania. Győzött. Győzött a történeti alkotmányunk. Akkor vegyük észre és haladjunk előre. Mondjuk ki. Kezdjük el föltárni, hogy a mai magyar jogrendben, a közigazgatási aktusokban, a hétköznapi gyakorlatunkban mennyire van félig tele az a pohár, és mennyire félig üres az a pohár. Hát a sajnos a gyakorlati tapasztalat az, hogy nincs túl sok benne, de azért van néhány jó dolog. Ugye, hogy az alaptörvényünk nyomán helyreállítható-e, nem maga a történeti alkotmányunk jogfolytonossága, hanem annak a működésének a jogfolytonossága, azaz abban megfogalmazott és már nagyon sokszor elhangzott szemléletbeli követelmény, amit mi magyarok nagyon jól ismerünk, hogy mi az. Nem kell leírnunk. Itt van a szívünkben. Ahogy Hérodot azt leírta, minden szkítának ott van az alkotmány a szívében. Semmit nem változott ez 3000 év óta. Ahogy a napi politikai események megmutatták. Akkor kezdjük el alkotmányjogi konferenciákkal, jogászok bevonásával, nem jogászok bevonásával, és előbb-utóbb vegyük rá majd az aktuális országgyűlés, hogy kezdjenek el ők is azzal foglalkozni, hogy kezdjék betartani. Mert a mai jogrendszer nem teljes mértékben mond ellent az alkotmánynak. Néhány szabálya ellent mond, néhány szabálya nem. Kezdjük el elsőként az alaptörvénnyel, mint a törvények legfontosabbikával. Hol is az alaptörvény? Itt az állam alatt. Az állam megalkotta az alaptörvényt. Magában az alaptörvénybe beírták, hogy nem fogadjuk el a történeti alkotmányunk jogfolytonosságának erőszakkal való megszakítását. Nagyon jó. Ez a mondat jó az alaptörvényben. Menjünk rajta végig, mert túl sok más jót nem találunk benne, még az elcikk is elfogadható. De az alaptörvényben van egy nagyon jó dolog, ami miatt mindenképp el kell fogadnunk. A címe, hogy alaptörvény. Ezzel önmagát az alkotmány alá helyezte. Az alaptörvény elismeri maga fölött az alkotmányt, innentől kezdve kell egy hivatal, egy bíróság, egy kúria, vagy egy arra kinevezett testület, amelyik majd megvizsgálja, és majd kötelezi az országgyűlést, hogy legyen alkotmányos az alaptörvény. Legyen alkotmányos a BTK, legyen alkotmányos a PTK, legyen alkotmányos az összes többi jogszabály a gyerekvédelmi törvénytől a telekkönyvig. Ja, az egy külön téma, majd arra máskor fogunk beszélni a földtulajdonról, mert egy rendkívüli fontos része a történeti alkotmányunknak. Természetesen az a fajta földtulajdon, ami ma Magyarországon van, az egy alkotmány ellenes. Maga az egész telekkönyv bevezetése, ugye amit mikor is vezettek be? Jól emlékszem, 1851-ben. Egy olyan időszakban, amikor a Magyarország alkotmányának a működése teljes mértékben hátráltatott volt, és érdekes módon senki nem kifogásolja, hogy ezt a tulajdonnak nevezett rendszert, ami ma a földre vetül, azt 1861-ben az Olmutzi alkotmány nyomán nem is tudom, soha nem hagyta a nemzet jóvá. Itt a javaslatom az, hogy a telekkönyvi tulajdon legyen a tulajdon, a birtok pedig a birtok, a fő tulajdon természetesen a Szent Koronáé. Ha erről elkezdünk beszélni, és elkezdjük a szavainkban használni, és azt mondjuk, hogy ez a pohár félig tele van, ha elkezdik a közigazgatásban, elkezdik a sajtóban, elkezdik a bíróságokon úgy indokolni az érveiket az emberek, a jogászok, hogy ez megfelel az alaptörvénynek és az alkotmánynak. Hogy a különbséget, azaz a kettő párhuzamosságát mindig lássuk. Előbb-utóbb észre fogjuk venni, hogy ezt az alkotmányos követelményt, amit mindnyájan értünk, hogy gyakorlatban mit jelent, ezt a napokban tudjuk érvényesíteni, és egyből nyilvánvalóvá válik, hogy egyik-másik aktus, bírósági döntés, jogszabály, alkotmányos vagy alkotmányellenes. Ezt, ha mi érezzük ennek az érvelését, rákényszerítjük, a szavainkat ezt szerint használjuk, előbb-utóbb az országgyűlésben is meg kell, hogy jelenjen, talán nem ebben az országgyűlésben, az a jogszabályi következmény, hogy a következő jogszabályaink megfeleljenek ne csak az alaptörvénynek, hanem az alkotmánynak is. Akartam egy példát mondani. Mi
Ja, igen. Persze. A legfontosabb. Ha azt mondtam, hogy van, és működik, akkor következő, ami a legfontosabb, hogy lássuk, hogy hogy fog kinézni a társadalmunk az alkotmány helyreállítása után. Azaz, mik azok a célok, hogyan fog kinézni a mai világunk, akkor, amikor azt mondhatjuk, és mi az a helyzet, amikor azt mondhatjuk, hogy a történeti alkotmányunk jogfolytonossága, illetve annak a végrehajtása helyreállt. Gyakorlatilag a mi alkotmányunk az igazság alkotmánya. Amikor érezni fogjuk, hogy a folyamatok úgy működnek, amikor megsértette valaki az alkotmányt, akkor annak van következménye, akár jogi szinten. Amikor érvényre tudjuk helyezni a úgynevezett igazságossági követelményeket, amikor nem az lesz a válasz a jogászok által, hogy ez törvényes ugyan, de lehet, hogy nem igazságos. Amikor ez a válasz elfogadhatatlan lesz, és azt fogjuk mondani, hogy ez törvényes és igazságtalan, akkor az törvénytelen, és ezt fogják tanítani a jogászoknak, ez lesz minden bíró meggyőződése, ez lesz minden ember meggyőződése, akkor áll helyre a történeti alkotmányunk. És utána már csak egy, ha nem is gyerekjáték, de egy sziszifuszi jogászi munka lesz, hogy ki kell mazsolázni a jogszabályokból a gyakorlati és elvi alkotmány ellenességeket. Azt javaslom, ezen gondolkozzunk el. Remélem, a következő előadók vitatkoznak velem, vagy megerősítenek. Kíváncsi leszek a véleményükre. És ebben fölvállaltam a levezető elnök fogalmát, és a következő aladásra dr. Tóth Mátét szeretném felkérni. Jelen van? Ki az államrend és szuverenitásról beszélt volna. Az a baj, hogy én személyesen őt nem ismerem, tehát nem tudom, hogy jelen van-e. Akkor reméljük később megjön. Viszont dr. Feledi István a kétkamarás parlament szerepéről és fontosságáról fog beszélni, ő itt van. Akkor gyere! Köszönöm. Engedelmükkel szívesebben beszélnék így, és a hangom talán mindenkihez a mikrofon elérhető. Mert papírból kell dolgoznom, itt meg szétcsúszik minden, nem? Kedves honfitársaim, mindenek előtt köszönöm a meghívást, és nagyon örülök annak, hogy ezen a rendezvényen a mai napon előadóként részt vehetek. Azok számára, aki nem ismernek, és bizonyára sokan vannak ilyenek, hagyd mondjak el néhány gondolatot magamról. Én Győrből jöttem. Alapvégzettségemet illetően villam és mérnök vagyok, gépipari gazdasági mérnök, a közgazdaságtudományoknak a doktora, szervezés, vezetés tudománnyal és társadalom szervezéssel foglalkozom. Bejártam a társadalmi és gazdasági hierarchia valamennyi szintjét. Gazdasági alatt értem azt, hogy egészen igazgató helyettesi rangig vittem annak idején még az Átkosban. Aztán a társadalmi életben a legmagasabb, amit elértem, az az akkori ipari minisztériumban, az elektrotechnikai, elektronikai miniszter stábjában, illetve titkárságának a vezetőjeként dolgoztam. És akkor tettem valamit, amire megmondom őszintén, hogy ma nem egészen vagyok büszke. Ez a következő volt. A főnököm, az akkori miniszter helyettes azt kérte, hogy menjek át az akkori miniszter helyetteshez, a Marjai Józsefhez, mert megbízást akar nekem adni. Átmentem, és megbízást kaptam arra, hogy kormányszintű delegációt vezessek Kínába a kínai-magyar elektronikai kapcsolatoknak a felvirágoztatására. Amikor elváltunk az ajtónál, voltam éppen már kifelé mentem, utánam szólt, hogy Feledi, felépítettük az aranyhidat Kínában, lene, csináljátok. Összeszedtem
a színe javát az akkori elektronikai iparnak, elmentünk Kínába, de anyám, én nem ezt a lovat akartam. Mi azt szerettük volna akkor, hogy elsősorban ne a kínai működő tőke áramoljék be az országban, mint ahogy ezt napjainkban is tapasztaljuk, hanem alakuljon ki egy tudományos, gazdasági, a kutatás, fejlesztés területén egyfajta együttműködés, ami úgy belefért nekünk a gondolatiságunkban. Sajnálatos módon ma azt tapasztaljuk, hogy ez mennyire nem így van. Pár nappal ezelőtt baráti körben arról beszélgettünk, hogy milyen az ország helyzete, és mit lehet tenni ebből az áldatlan állapotból, ugyanis egy sötétbe tartó drámai zuhanásnak az állapotában vagyunk, és azt tapasztaltuk még pár hónappal ezelőtt, hogy két ősi ellenségünknek a harapófogójában, ma pedig már azt tudom mondani, hogy három ősi ellenségünknek a hálójában vergődünk. A két ősi ellenségünk egyike ugye a német, a másik az a kínai, és a harmadik pedig a török. A német az régi ellenségünk, mióta világ a világ, és amióta világ a világ a Kárpát-medencében élünk, azóta a német mindig el akarja tőlünk venni a Kárpát-medencét, különösen a Dunántúli részét. Jelentem, ez ma megtörtént, eredményesek lettek. Itt vannak Audi, Mercedes, BMW, Opel és egyéb formákban. Ma már olyan szintig és olyan mélységig részesei az életünknek, hogy Győrben, ahol én jövök, ott már Audi óvoda van, Audi iskola van, maga az egyetem Audi kézben van, most egy felújított létesítményen már kínai betűkkel is föl van írva, hogy tulajdonképpen ez a létesítmény mit takar, illetve tovább menve a másik, tehát amikor a történelem folyamatát végig tekintjük, és mondjuk csak addig megyünk végre, még a Hun Attila elindul ugye hazafelé, már akkor ott vannak velünk szemben vizigótok, osztrogótok formájában, később ott vannak gepidaként, ott vannak alánokként, longobárdokként és egyebek, és egyszer csak ott vannak különféle egyéb formációkban, mint például szászok, bajorok, és a többi, és a többi, és ma bajorként itt vannak ugye Magyarországon. Ami Kínát illeti, ott azért katasztrofális a helyzet, mert ott ugye a fekete hunok éltek az ő szomszédságukban valamikor, és a kínai nagyfal többek között a kínaiak részéről a hunok elleni védelem vonalát végezte. Na most ezek a kínaiak ugyanúgy, mint valamikor Batukán bejöttek légiúton, meg egyéb módon Magyarországra, és ma történetesen a Muhi csata színhelye közvetlen közelében, Sajó Szentpéternél, kérem szépen, vertek főhadiszállást. Első lépésként azáltal, hogy megvásárolták azt a borsodi vegyi kombinátot, amely a zászlós hajója volt a magyar iparnak, egészen a 80-as évek végéig, majd megvásárolták vele szemben a berentei hőerőművet, és pillanatnyilag, és erre már első egy éves szerződés van, megnyitják a bányákat azon a vidéken. Én borsodi születésű vagyok, az egyik ilyen kis bányász faluban születtem, úgy hívják, hogy Rudolftelep, és annak idején az ipari minisztériumban dolgozva épp a rendszerváltás pillanatában született meg az a döntés, hogy be kell zárni, mert ezek a bányák gazdaságtalanok, és el kell árasztani vízzel. Tehát folyik egyfajta
invázió, adott esetben most a bányákat illetően csak Borsod megyében 25 bányát érint, és hogy miért mondtam el mindezt? Azért mondtam el ezt, mert az a tapasztalatom egyéb folyamatokon keresztül is, mert ugyanezt elmondhattam volna Kína vonatkozásában, mondjuk az akkumulátorgyárak vonatkozásában, hogy hogyan és miért és mióta akarunk mi tulajdonképpen az autóiban fellegvára lenni és akkumulátor nagyhatalom, és vajon miért nem szektük fel a fejünket idejében, miért nem vettük ezt észre például már akkor, amikor ezek az elgondolások, ezek a folyamatok, amelyek most szinte visszafordíthatatlannak és megállíthatatlannak tűnnek, ezek el se induljanak. Én vezető emberként éltem az életemet, és megpróbáltam mindazt, amiről itt ma elméletileg beszélnek, valahogy a gyakorlati és a megvalósítás útjára terelni. Mindig is ez volt a szándékom, hiszen körülbelül nagyjából 2003 magasságában, addig én különösebben nem politizáltam, de valahogy úgy belecsöppentem ebbe, és mire feleszméltem, már ott találtam magam a Kossuth téri eseményeknek a fészkében, ahol aztán országos viszonylatban forradalmi nemzeti bizottmányokat hoztunk létre. Ezek a bizottmányok létrehozták a saját országos értekezletüket, megválasztották az ideiglenes elnökségüket, ötünket tulajdonképpen, amelyek közül én máig is az egyik legitim vezetője vagyok, és amelynek az egyik legfontosabb célkitűzése volt az, hogy a Gyurcsány jelenség soha se forduljon elő, Gyurcsánynak mennie kell, és helyre kell állítani történeti alkotmányoknak a jogfolytonosságát. Hát ennek a feladatunknak sajnálatos módon nem igazán tettünk eleget, mert látjuk, hogy mi a jelenlegi helyzet, és ez rettenetesen nagy probléma. Pedig potenciálisan az az erő, ami akkor körülbelül 80 ezer ember formájában megmutatta magát a Kossuth téren, és már volt némi elrettentő ereje is, az ma is megvan, sokszorosan is megvan, többek között a Mi Hazánk mozgalomnak a kezeiben, de sajnos szétfolyik ez az erő. Nem szervezett, tehát abszolút szervezetlen dologról van szó, és jól lehet lebegtetni egyfajta programot, adott esetben úgy hívják, hogy viradat program, de valahogy úgy tűnik, hogy ebből semmi sem valósul meg. Tehát jó dolog azt mondani, hogy nekünk van programunk, másnak nincs programunk, és a más alatt akkor is, mikor a választások voltak, többek között a Fidesznek a programát érintették. Tényleg nem volt, mert ott ugye 4 évenként csak ilyenek voltak, hogy folytatjuk, aztán olyanok vagytok, hogy voltak, hogy soros nem, meg nem tudom én micsoda. De végül is ez a nem programnak nevezett fideszes terv, ez érdekes módon megvalósul, miközben nem valósul meg az, ami megvan írásos formában, papíron, programként. Ezért nagyon szeretném önöket megkérni arra, hogy tegyünk különbséget a program és a terv között, és felejtsük el a programot úgy, ahogy van. Az én élettapasztalatom, ami nem kevés és nem kis pozíciókban szereztem meg, ugyanis a tervnek ad különösebb jelentőséget, abban van olyan szakrális erő és olyan szervező erő, ami egy program vonatkozásában nincs, meg akkor sem, hogy mi valamennyien itt ülők, egy szuper számítógépek vagyunk, van hardware, van szoftver oldalunk, és a többi, és a program lenne az, amiről veszünk, az visz bennünket majd előre, az készted bennünket, hogy végigjárjuk a teremtésnek a 3 szintjét, a gondolat, a szó és a cselekedetnek a szintjét, és hogy az ige testé váljon közöntünk. Tehát a tervben van a hangsúly, mert a terv az egy olyan összetett fogalom, amelynek minden egyes betűjéhez nagyon komoly szövegblokk tartozik. Például a T betű az a tudatosságot jelenti.
Az E betű az az elszántságot, az R az a rugalmasságot, a V pedig a végrehajtást. És a sejtek szintjén szabadítja föl bennünk azt az energiát, amely a célra töréshez szükséges. Amit én hiányolok, tehát még talán annyit mondjak, és azt már a leglényegesebb pontra térek a kétkamarás országgyűlés, nagyon rövid lesz és nagyon összeszedett, kérem szépen az az, hogy körülbelül két évvel ez, tehát én arra törekedtem, hogy mindazt az elméleti tudást, amelyet különféle forrásokból számtalan, nagyszerű honfitársam előadásai során megszereztem, azt hogyan tudnám én a gyakorlatba átültetni, és ennek eredményeképpen kristályosodott ki az az elképzelés, amelyet én a kétkamaras parlament létrehozásával kapcsolatosan fogok majd elmondani. Tehát körülbelül két évvel ezelőtt lehetett, amikor írtam egy levelet a barátaimnak, és a levélnek az volt a lényege, hogy a jogfolytonosság helyreállítására irányuló eddigi törekvések semmiféle eredményre nem vezettek. A másik pedig az, hogy ezen el kell gondolkozni, újra kell gombolni a kabátot, és célként nem a jogfolytonosság helyreállítását, hanem például a kétkamarás országgyűlés létrehozását kell állítani. Azok a barátaim, akiket megkerestem, azok visszaigazolták az én meglátásomat. Ilyen volt például a Bór Ferenc, aki közölte velem, hogy többek között a Fejér Szövetséget ők azért hozták létre, hogy a kétkamarás országgyűlés létrejöjjön. Ez, ami itt ma zajlik, ez a jogfolytonosság helyreállításával foglalkozó konferencia, tehát én úgy nevezem, hogy második hulláma annak, ami elindult anno még, és a Fehér Szövetség égisze alatt zajlott. Ez most például ugye a Gurabi Ágnesnek a szervezésében történnek, nem tudom, harmadik, már negyedik folyamodványa ez ennek a dolognak. És akkor azon gondolkoztunk el, hogy mit kellene tenni akkor annak érdekében, hogy ez a kétkamarás országgyűlés mielőbb rétre jöjjön. És mindenután én mondtam, hogy én egy ilyen vezető ember voltam, és nagyon eredményes voltam minden szinten, bármelyik szinten tevékenykedtem is. Ennek egyetlen lényeges eleme volt a terv. Egy tervrendszerről beszélek, amely egy jövőképről indul ki tulajdonképpen. Vannak ennek stratégiai, taktikai, operatív és cselekvési tervrészletei természetesen, és mindez életünk három fő területének mindegyikére, úgy a gazdaságra, mint a társadalomra, mint pedig a környezetre kiterjedően. Tulajdonképpen mi mindig fejlődni akarunk. El akarunk jutni mindhárom területén az életünknek, amit az előbb említettem, A-ból a B-be. Ha a folytonosság helyreállításának a kérdését veszem alapul, akkor ott egy olyan tervnek kellett volna már lennie régóta. Én egyébként a folytonosság helyreállítására való törekvéseket olyan 2002-ig vezetem vissza, amikor Szegeden egyébként akkor esküdtettek arra, nem tudom milyen címen, szervezett címen, de ezt a Bene Gábor fogja tudni visszaigazolni, hogy mi felesküszünk arra, hogy helyre fogjuk állítani a jogfolytonosságot. Tehát el akarunk jutni A-ból a B-be, adott esetben kétkamarás országgyűlés esetében az A azt jelenti, hogy ma nincs kétkamarás országgyűlés, a C pedig a B pedig az, hogy legyen kétkamarás országgyűlés. Az A az mindig egy helyzetképet jelent, egy állapotot jelent, megint életünk mindhárom területére kiterjed, olyan helyzetvizsgálat zajlik, helyzetvizsgálati jelentés készül, a B pedig szintén egy jövőbeni helyzetre vonatkozik, ez pedig a jövőkép elnevezéssel bír. Tehát jövőképet kell alkotni. Magyarország jövőképe egyébként egy kép többet mond ezer szónál
alapon, az gépileg leginkább ebben a képben testesül meg, amely képpen, aki nem látja, annak mondom, hogy ősi napistenünk látható a háttérben, a Szent Korona, a hármas halmon álló kettős kereszt, és két fiatal magyar ifjú pár látható tulajdonképpen, akik áhítattal néznek föl a Szent Koronára. Amikor a Szent Korona, tehát a kétkamarás parlamenttel kapcsolatos elképzelés, amely egy hatlépcsős folyamatban kristályosodott ki végül is nálam, arra az indítatást Molnár Tamásnak a Végítélet című könyve adta. Ennek a záró gondolata arról szól, hogy egy sötétbe tartó drámai zuhanásnak az állapotában vagyunk. A zuhanás megállításának a kulcsa a magyarság kezébe van, úgy a saját, mint az emberiség sorsát érintően. Én ezen gondolkodtam el aztán, hogy de vajon mi lehet a kulcs, és a kulcsként jelent meg aztán az a terv, amelyet itt majd föl fogok olvasni önöknek, egy pillanat meg kell találnom, és egy hatlépcsős folyamatról van szó, amely hatlépcsős folyamat egyes fázisai a következő őket jelentik. Első fázis, figyelemfelhívásra van szükség, arra, hogy valami elkezdődött, ez pedig a hármas halmon álló kettős keresztek állítását jelenti hazánk valamennyi településén üzenet közvetítés céljából. Talán kevesen tudják, de most tudják meg. A kettős kereszt az az egyik legősibb szimbólumunk. A hármas halmon álló kettős keresztnek pedig az üzenete rovásírásos olvasással azt jelenti, hogy egyesség, kettőben az egy egység, egyességen alapuló egység, ahol az egység az a társadalmi szerződést jelent, amely társadalmi szerződés a jövőképnek az alapját kell, hogy képezze. A másik fázis az nem egyéb, mint az abai modell újjáélesztése. Abán történt valami fantasztikus, 2004-ben történt, létrehoztak egy olyan közösséget jövőképi alapon és társadalmi szerződés alapján, amely tulajdonképpen az ősi intézmény rendszerünknek, a tizedesi rendszernek, a szomszédsági köröknek és az alulról történő építkezésre alapozódott. A harmadik pont tulajdonképpen, illetve ennek keretében egy nagyon fontos közjogi intézmény jön létre, a magisztrátusok, azok a magisztrátusok, amelyek csirájában tartalmazzák a kétkamarás parlament mindkét házában történő személyi feltételeknek a biztosítását, ugyanis az alsóházban a területi, a felsőházban pedig a társadalmi réteg képviseletek kapnak helyet. Ezen az úton lehet csak eljutni, tehát a pártoktól független alapon történő alulról való szerveződés útján ahhoz a nemzetgyűlésnek, amely majd el fogja dönteni, hogy ő az alkotmányt, a folytonosságot érintően és a többi mit szeretne. Ennek eredménye lehet egy ilyen nemzetgyűlésnek az ideiglenes országgyűlés és az ideiglenes kormány, majd végső esetben hatodik fázisként egy olyan országgyűlési választás, ahol ebből az állapotból, ebből a bizonyos drámai állapotból, a sötétségből, amit ez a könyv jelent, és ezen ugyanaz van rajta, mint ezen az állapoton a világosságon, tehát a sötétségből eljutunk a világosságba. Én ma ezt csinálom, Győrben felosztottam az ország területét három részre, vagy bocsánat, nem három részre, település csoportokra. Az egyik ilyen település csoport az én számomra
a szigetközi települések, ez 25 települést jelent, és Győrt is beleértve. Én ezen a területen most első lépésként, és ezt minden településen meg kell tenni, mert nincs tovább, a falvainkat, illetően 1800 ilyen település van, én arra törekszem, hogy úgynevezett településenkénti részegységek jöjjenek, körzetesítés, tehát körzetesítés történjen. Azért van erre szükség, mert egy, a jelenlegi önkormányzatok, képviselő és polgármester együttesen, ezek valamennyien felelősnek érzik magukat a törvényből eredendően a települést érintően. Egy feladatnak tehát több felelőse van, ez viszont ütközik egy olyan szervezés és vezetéstudományi alapelvem, ami úgy szól, hogyha egy feladatnak több felelőse van, annak nincs felelőse, tehát ha pedig nincs felelőse, akkor decentralizálni kell a vezetést. A decentralizálás útja a települése, ez a bizonyos körzetesítés, ahol vannak a képviselők, vannak az utcák, meg kell osztani a települést képviselőként utcákhoz rendelve, és ekkor alakul ki egy olyan közösség, amely akár tovább oszthatja magát tizedesi rendszerek vonatkozásába, de része lehet annak a magisztrátusnak is, amely a települések szintjén kell létrehozni. Szerintem az időm lejárt, de nagyon sokat tudnék mondani, tehát gyakorlati dolgokat csinálok. Én még egy kérdést záró, egy kérdésem lenne. Tegye föl mindenki a kezét, aki vidékről jött. Jó, a vidékieket kérném szépen arra, hogy segítsenek nekem abban, hogy megadják az elérhetőségüket. Én el fogom tudni neki küldeni azokat a dolgokat, amelyekről én itt részben beszéltem, de jóval többet kellett volna. És egy kérésem van, hogy csinálják azt utána, amit én teszek, és meg fogják látni, hogy az ige testé válik, közöttünk lakozik, és a haza újra fényre derül. De ennek az alfája és omegája, ezt higgyék el nekem, nincs más kiút, ez a kétkamarás országgyűlés. A lehető legsürgősebben létre kell hozni, holnap, de realitása van, hogy augusztus 31-éig ez létrejöjjön, ha betartjuk és ismerjük azt az összefüggést. Mit is jelent ez a terv? Köszönöm szépen!